Ez a javaslat, vagy ez a határozott rendelet, amit most itt Brüsszelben a tagállamok elfogadnak, ez, ez egy káros. Ez egy káros rendelet. Tekintettel arra, hogy elő fog állítani egy olyan helyzetet, hogy mi magyarok, akik el tudjuk látni magunkat biztonságosan térre, lesz gáz a tárolóban, de majd valaki Brüsszelből esetleg azt mondja, hogy ezt nem adhatjuk oda a magyar fogyasztóknak, hogyan? Ez egy nyilvánvalóan végrehajthatatlan helyzet, és ez mutatja ennek, ennek, az egész rendeletnek a teljes alkalmatlanságát. Majd valaki Brüsszelből el fogja magyarázni a magyar embereknek, hogy miközben a magyarországi földgáz ott van a földgáz, a magyar emberek azt nem használhatják fel. Vagy valaki majd Brüsszelből azt fogja mondani, hogy ott van a gáz a magyarországi tárolókban, de a Magyarországon működő vállalatok azt nem használhatják a működésükhöz, és ezért majd magyar munkahelyek vesznek el. Tehát az egész nyilvánvalóan nonsense. És azt látjuk, hogy az Európai Unió megint ugyanabba a folyóba lépett bele, mint már egyszer, vagy többször is, hogy ezt az egész energiállátást megpróbálja egyfajta ilyen filozófiai, ideológiai, kommunikációs síkon kezelni. És nyilvánvalóan most majd ez a rendelet is kiváló alkalmat ad arra, hogy remek sajtótájékoztatók szülessenek az Európai Egységről, meg hasonló retorikai fordulatokról. És nyilvánvalóan ez jó alkalmat ad arra, hogy egyes országok vezetői kommunikációsan igazolják majd saját magukat, de még egyszer mondom, hogy az energiállátás kérdése az nem kommunikációs kérdés, nem valós fizikai kérdés. Az élet, az élet valójában megjelenik ebben a kérdésben. Magyarország kormányának. A célja és feladata természetesen nem változott. A mi célunk és feladatunk, sőt kötelességünk az, hogy biztosítsuk Magyarország energiállátását oly módon, hogy se a magyar emberek, se a Magyarországon működő vállalatok ne kerüljenek olyan méltatlan helyzetbe, hogy nem lesz elég földgáz nekik. Magyarországon lesz elég földgáz, hosszú távú szerződéseink és a biztonságos déli útvonal mindezt garantálja.